Sziasztok, Varga Tibor vagyok, ez itt az autovizsgálat.hu, az Autovizsgáló válaszol című rovata, melyben megkértünk beneteket, hogy tegyetek fel kérdéseket, mi pedig válaszolunk. Nagyon-nagyon sok kérdés érkezik egyébként, sajnos nincs módunk, lehetőségünk, időnk, energiánk minden egyes kérdésre válaszolni, de a tanulságosabb kérdéseket mindenképpen beletesszük, felolvassuk, megválaszoljuk, amennyire legjobb tudásunk engedi. A következő kérdezünk megkért minket, hogy maradjon anonim, de a kérdés a következő volt. Gyakran felmerül a dízel, vagy zárójelben szívó benzines kérdés, amit szeretnék kicsit tágítani. Van értelme kockázatosabb motorral szeret autót venni a jelenlegi helyzetben? A dízel fogyasztásbeli előnye egyértelmű, és zárójelben most ne a közvetlen befecskendezéssel és turbos motorokhoz hasonlítsuk, hanem például a 8 gen akkord 2.2 dízel öö, vs. 2 liter vagy 2-4 szívó, és valóban visszahoz annyi pénzt, amennyiből a nagyomású rendszer lehet állítani. Viszont, ahogy a V60 videóban említetted, hülyének nézik a hozzáértőt is, és nem tudják megjavítani az autót akkor sem, ha te elmondod, mi baja van. Ez mennyire általános? Amint tudjuk, előbb-utóbb megadja magát a nagy rendszer, és ha ennyire körülményes javítani, magyarul nincs hozzá szakember, akkor egy esetleges hiba esetén nem a felújítás költségével, hanem az autó életének a végével kell számolni. Így viszont már nem biztos, hogy megéri. A kérdés nagyon jó, és több újabb kérdést vet fel. Kezdjük a anyagi oldaláról, illetve a fogyasztás oldaláról. Maradva a kérdező példájánál, ugye a 8 gen Honda Accord 2.2 dízel, vagy 2 liter 24 szívónál, nagyjából ennél a típusnál, de ezt így általában kimondhatjuk egy ilyen méretű autónál, mint a Honda Accord, a fogyasztás különbség simán van, három nagyobb benzines motornál inkább 4-5 liter. Na most mostani ilyen 600-650 forintos üzemanyag árak mellett kijelenthetjük, egyébként ezt bárki kiszámolhatja, ha nem hisz nekem fél perc alatt egy számológépen, hogy 100.000 ezer kilométerenként durván a benzines autódba 2, azaz 2 millió forintot tankolsz bele pluszba. Itt ez a kérdés, hogy mit gondolsz arról, hogy 2 millió forintot rá kell le minden 100 ezer kilométerben költeni a dízelautódra? Nyilván a válasz az, hogy nem akkor költesz rá nagyobb összeget, hogyha jól lerántott a szerelő. Ebben egyébként a kérdezőnek némileg igaza van, nagyon sokszor tapasztaljuk ezt, hogy ráköltenek ilyen egy másfél millió forintokat dízel nyűgők orvoslására, de ez azért jellemzően akkor van, ha tényleg lerántott a szerelőt, hülyének nézett, vagy bevitted a tizenéves autódat egy márka és ott minden gyári új alkatrészsel, meg márkaszervizes árakkal állítottak talpra. Hát igen, akkor persze, hogy el lehet rá lapátolni, de hát azért rengeteg ipar alakult ki már a dízelautók problémáinak javítására, tehát nagyon sokszor tehát valóban fel lehet újítani a porlasztót, nyilván nem minden esetben, meg nem is minden esetben éri meg, lehet venni használtat bevizsgálva, ami valameddig vagyó lesz, vagy nem. Na mindegy, szóval valóban idősebb autóknál azért néha küzdeni kell üzemanyagrendszeri vagy egyéb problémákkal egy dízelautónál, viszont a benzines sem megy örökké. Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakálmetál autóalkatrész. Tehát a benzines motorra is költeni kell, csak várhatóban vagy várhatóan kevesebbet, mint egy dízelautóra, és ugye egyszer ad, egyszerre adott ki ezt a pénzt. A saját céges automat tudom mondani példának, amiben van 500 valahány ezer kilométer, egyébként építülök benne, az elmúlt 300 ezer kilométerben, amit költöttem rá, tehát dízel specifikus probléma, most nem fékbetét beszélek, hanem amit ami tényleg a dízel nyavajákhoz köthető, egyszer szorult meg a magasnyomású szivattyúja, egyszer cseréltem egy kettős tömegű lenkereket, és Kb. körbe értem. elmondhatom, hogy durván ráköltöttem erre az autóra, ami dízel eredetű nyavaja, mondjuk 400-500 ezer forintot. Oké, okay, de ez az autó eh, ahhoz képest, hogy mondjuk benzines lenne, azért ez egy elég nagy Ford Galaxy, eh, itt azért tényleg megint jelentős a fogyasztáskülönbség, itt azért elköltöttem volna üzemanyagra az elmúlt 300 ezer kilométerben, amióta nálam van, cirka 6 millió forintot pluszban. Tehát ezt ott hagytam volna a benzinkúton. És ezt nem lehet, hogy ott hagytam volna, hanem ezt hódziher, hogy ott hagytam volna. Viszont javításra, ami mondom dízel eredetű probléma, elköltöttem fél milliót. Ergo, még mindig forba vagyok, 5,5 ,5 millió forinttal. Na most az egész autó nem ér mondjuk két és felett. Mindenki az anyagi helyzetéhez képest, meg a, a hitvilágához képest eldöntheti, hogy akkor most ez az 5,5 millió forint nekem konkrétan itt maradt a zsebembe, ennek örüljek vagy ne örüljek. Szerintem mindannyian tudjátok a választ. Ehhez képest egyébként meg megy az autó, mint az olajozott istennyila a mai napig, nincs vele semmilyen komolyabb műszaki problémám, ami van, az meg éppen most nem a problémákhoz köthető de ha mész évi 10.000 kilométert, meg 8.000 kilométert, akkor viszont lehet, hogy praktikusabb tényleg benzines autót venni, mert ez a 100.000 kilométer nagyon sokára ketyeg le neked illetve akkor faragtál még rá, hogyha megveszel valami lepukkant fostalicskát, amire nem költött senki 6-8 éve semmit, és pont nálad fog darabokra hullni minden, és kezdheted azzal, hogy tényleg rendbe rakhatod, és akkor tényleg egy csomó pénzt rögtön az elején rálapátos. Ez ugye szívás, na de hát pont ezért van az autóvizsgálat.hu, hogy megkérsz minket, kimegyünk, mi meg átvizsgáljuk az autót, és nem engedünk neked megvenni mindenféle bontószökevényt. Úgyhogy a végkövetkeztetés az az, hogy igen, üzemanyagban szinte minden esetben jelentős a megtakarítás egy nagyobb méretű autónál. Tehát nyilván, ha egy Toyota Yaris veszel, akkor, akkor vegyél dízelt, ha rohadt sokat mész, abban inkább benzinest vegyél, meg városba rohangálni, de egy ekkora autónál, mint egy Honda akkor vagy egy Ford Galaxy, vagy nem tudom, tehát ilyen csatahajóknál, meg ha mész évi 20-30 ezer kilométert, akkor azért elgondolkodható egy dízelautó. Most itt a környezetvédelmi részében nem mennénk bele, Ú, írtam erről cikket, el tudjátok olvasni, fenn van az oldalunkon, a, a blogon, erről most itt külön nem nyilvánítanik véleményt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Hogyha tetszett a videó és a tartalom, akkor osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Ennek mindig örülünk. Sziasztok!